Főleg a népszavazásról és a budapesti robbantásról beszéltek az országgyűlési képviselők napi rendelőti felszólalásaikban. A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar emberek biztonságát érte támadás. Néhány politikus pedig már is részvétét fejezte ki a súlyos sérültek családjainak. A magyar emberek biztonságát érte támadás. Tehát elemi érdekünk, hogy a leghatározottabban kiálljunk a rendőrség mellett, a leghatározottabban azt mondjuk, hogy példátlan az ügy, erre nem kerülhet sor többet. A Fidesz frakció vezetője szerint vissza kell utasítani a spekulációkat és az összeesküvés elméleteket. Az MSZP frakció vezetője a miniszterelnök és a belügyminiszter megszólalását hiányolta. Tóth Bertalan szerint ugyanis nekik kellett volna megnyugtatniuk a lakosságot. Ezért súlyos hibának tartjuk, hogy a nyomozó szervek egy ilyen esemény után 20 óráig nem adtak hivatalos tájékoztatást, ezzel elősegítették a hisztériakeltést, a bizonytalanságot, amit a kormány hónapok óta folytat. Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában sajnálatosnak nevezte, hogy a baloldal ezt az ügyet is pártpolitikai célokra használja. Volner János, a Jobbik frakció vezetője is részvétét fejezte ki a sérült, de életben maradt rendőrök hozzátartozóinak, majd a saját és Vona Gábor pártelnök titkos megfigyeléséről faggatta a kormányt. Az országgyűlési képviselők megfigyelése egy törvénytelen ügylet, egy olyan törvénytelenség, amire azért hozott jogszabályt az országgyűlés, hogy ne legyenek a képviselők a titkosszolgálati eszközökkel folytatott megrendelések nyomán zsarolható potenciállal. Dömötör Csaba államtitkár erre érdemben nem reagált. A kereszténydemokrata Százfalvi László is a kvóta referendum tétjéről beszélt, majd szintén részvétét fejezte ki az életben maradt rendőrök családtagjainak.